Sziasztok srácok, itt ismét Démien. Nok. Nok lesz a mai témánk, és nem is akár még Nok, ez a Nok out a Red Gold verziója. Miért raktam félre ebből a csomagból? Szeretem, a, szeretem az elegáns csomagokat, és ez az arany, vörös, bordó színvilág, az szerintem beletartozik ebbe a rojálos elegánsabb vonalba. Őszinte leszek. Amikor megláttam a képeket, a promóképeket a Knockoutnak erről a Red Goldjáról, hát ö, szerintem a világ egyik legrosszabbul sikerült promóképei. És ha nem hisznek nekem, menjetek fel a bűvészbolt.hu oldalára, ott ezek vannak fölrakva. Nagyon gondolkoztam rajta egyébként, hogy cserélem. Ö, hát remélem, ö, szerintem be fogom ezt a videót is nyomni így a, a kártya alá. Remélem megnézik, mert szerintem. Hát tényleg, a világ legrosszabbul sikerült promóképei, amit ever én láttam. A fények, a... nem tudom, mindegy, nézzétek meg. Ö, minden esetre remélem, hogy a csomag az ö, jobb lesz, mint a képeken, de ezt nézzük meg együtt. Knock out, knock out, red gold, nézzük. Jaj, ezek a celofányítások, srácok celofániák. ögy Na, már olyan gyakorlottak vagyunk, hogy elmehetnék egy ilyen kicsomagoló, nem becsomagoló, kicsomagoló üzembe. Ilyen gyári, celofán kicsomagoló munkásnak. Na, dobozották, doboz tekintve, semmi extra, ugye alul a kis szövegek, hogy United states a, a cucc, felül semmi, még lezáró matrica sincsen. Egy arancsík fut körbe, nok, Out. Na de nézzük magát a kártyát. Doboz belül semmi. Doboz belül semmi. Egy. Ó. Igen, a, a, az autoknak, a knockoutoknak, ugye ez a full tiltes design az ismérvük. Tehát ez is egy, egy, nagyon elegáns csomagnak mondható. Tehát ezekkel az arany kerettel természetesen ugye benne van a nokféle jelölés. Igen, ha valaki nem ismeri a nokot, igen, ezek jelölt, jelöltek a hátlap, tehát színjelölt. Tehát az azt jelenti, hogy pikkört, refkáról meg tudod mondani, hogy melyik lap melyik. Ennyi alapján. Nagyon okos jelölése van. Ö, kezelhetőségét tekintve egy standard bicycle, egy standard bicycle, ilyen nokos, nokos standard bicycle. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy érzem, hogy ö, a standardnél kicsit jobban van, mint hogyha jobban lenne vágva, mert könnyebben pörögnek le laplap -lap után. Tehát, hogyha megnézitek itt szépen laplap -lap után, mint a jobban lenne vágva, és, és mint hogyha egy picit, picit puhább lenne. Jó, mindegy. Na, jokerek, hét azonos joker, ugye? Nok joker, uh, nok pick ass, klasszik, ezt nem is kell igazából mutatnom klasszik a piros az hogyha megnézitek kicsit pirosabb piros, tehát ilyen világosabb piros, szinte már narancsos klasszik klasszik ó, oh, ez milyen jó milyen jó fogás volt hm? Treff. klasszik körök szép körök Kör. és van egy duplikált körhetesünk. egy duplikált körhetesünk, illetve egy nagyon szuperül kinéző double backerünk. Ez nagyon, ez nagyon jól néz ki. Piros lap. Milyen elegáns, nem? Tök elegáns, tök jól néz ki. Ö, tehát ezek, ezek vannak ezek vannak. Azt nézem, hogy remélem nem hagytam ki valamit, mert a, ugye van, amikor figurás lapokba el vannak rejtve dolgok, de szerintem ez mind klasszik, és nem, nem hagytam ki semmit. És nem, uh, hát, egy, két, elnéz, hát, igen, nem nem nem, 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 nincsen, nincsen, nincsen rajta, nincsen rajta, nincsen rajta semmi extra jelölés. Na de, nézzük meg, ugye az ilyen csomagoknak, Ö, nagyon szépek. Egyetlen egy egyetlen egy hátrányuk van csak. Egyetlen egy hátrányuk van csak. Megmutatom az ez. Tehát, ha fordítva van benne egy lap, egy ilyen fulltétes csomagnál, az látszik. Vannak olyan trükkök, amiknél ez jó lehet, mert akkor végig láthatja, hogy igen, ott van bent megfordulva. Látod, még mindig ott van megfordulva a te egy lapod. Tehát vannak trükkök, ahol, ahol működhet. Ugyanez a double Backer-nél bizony. Tehát, látjátok? Tehát egy ilyen, ilyen csomagnál nem tudom, hogy volt-e értelme double backert rakni bele, mert ez max innen használható, erről az oldalról, a double backer, ugye, innen használható csak, innen nem sok értelme volt berakni, de vannak trükkök, rengeteg trükk van double backerrel, amihez nem feltétlenül van szükség arra, hogy így lássák a csomagot, tehát ez bizton állíthatom. Minden esetre nagyon elegáns, szép, nekem bejön, külön tetszik, hogy ugye hát a nok jelölés az ott van benne, és nézőbarát címkét logikusan megkapta a Knock Out Red Gold. Srácok, nem csalódtam, tehát valami ilyesmire számítottam. Jó, Nok, olyan oltári nagy design dolgot ugye nem lehet a, a Noktól elvárni, de Pontosan ezért van az, hogy azt kaptam, amit vártam. Nagyon szép a full dolog hátul ezzel a bordó színnel és az arany kerettel. Az eleje ugye hát a klasszikus és szerintem jól megválasztott színek. Ez tényleg ez a, ez a, ez a full elegáns. Tehát ha valaki ezt a minimalist elegáns dolgot szereti, akkor az nem fog csalódni a knockoutnak ez a red gold verziójában. Hát valóban a promóképek az dead az, az ever a legrosszabbak. Minőség, meg ugye szokásos bicycle minőség, így, amit el tudok róla mondani. Na de mondjátok el ti a véleményeteket, hogy hogy tetszett a csomag így első uh, ránézésre, é, és ha tetszett a videó, vagy a csomag, akkor feltétlenül dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni sem, és találkozunk a legközelebbi uh, videóban, valamikor, de remélem akkor is velem tartotok majd, addig is legyetek jók, sziasztok!